Szólítom Szécsi Szabolcs polgármester urat tarpáról, ugye itt van egy tarpatábla, megkérdezhették volna, hogy kakuk tojásként ez a műszi a reklámban, hogy mi a manó, és miért kerül ide a tarpatábla, miért éppen nem más teszünk a Szent György Hotelbe ide a vár szívébe. Akkor polgármester úr helyzetbe hoz minket, meg azt hiszem, hogy incsiklandozó dologról fog majd beszélni, vagy említeni. Hoztak valamit ők is. Parancsolj! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit magam és Tarpa minden lakója nevében. Ha valaki ránéz Tarpára, hogy egyáltalán hol van Tarpa, azt gondolom teljesen tisztán és érthetően kivehető a térkép alapján, hogyha egy kicsit vastagabb lett volna attól, akkor már nem biztos, hogy magyarul beszélnék én is, és nem a Kárpátaljáról jöttem volna nagy szeretettel, ha meghívnak ide. De hála jó Istennek, az a toll akkor egy picit végnyom fogott. És ezeket az értékeket azért megpróbáljuk mi is föntartani, és utána menni. Nem leszek olyan hosszú, mint az új tagok, majd az oklevél átadásakor, amikor átvehetjük Tarpa nevébe, akkor majd megígérem, hogy én is hosszabb leszek. De annyit kell tudni Tarpáról, amit a Rákóczi szabadságharcban gondolom mindenki tud és ismert a történelem során, hogy azért a település szülöttje Esze Tamás volt a legnagyobb ezeres kapitánya annak a szabadságharcnak. Bár azt hiszem, ami az interneten és a történelmi könyvekben benne van, én arról nem szeretnék és nem szoktam sokat beszélni. Viszont arról szeretném tájékoztatni a kedves itt lévőket, hogy vajon tudja-e mindenki azt, hogy az az Esze Tamás volt az az ember, aki felismerte, hogy a szabadságharc élére nem csak a parasztok, a tarpaiak és a katonákra van szükség, hanem szükség van egy fejedelmi családra is. És ő elment, és megfűzte tulajdonképpen Rákóczi fejedelmet, hogy álljon a szabadságharc célére. Én azt gondolom, ezzel a tudással és ezzel a gondolatokkal azért nem vagyunk könnyű helyzetben tarpaiként élni a világot, de megpróbáljuk. Már néhány évvel ezelőtt, ugye ha Tarpát említik, akkor mindenki egy picit a gasztronómiára, és a Halászli előadásánál azt hittem, hogy a gasztroangyal forgatásán vagyok, bár láttam azt is nagy szeretettel. Mindenképpen az jut eszébe mindenkinek, hogy a tarpai pálinka, a tarpa aranya a történelem során és a gasztronómia során, de ezt egy picit degradálva kezelték, azt gondolom, néhány éven keresztül, mint Magyarország, talán szándékosan vidék rombolása céljából, hiszen azt mondták akkor, hogy ha valaki Tarpára megy, Tarpán két út van. Az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Tehát ebből próbálunk kilépni, és ebből próbálunk az igazi értékek felé elvonulni. És én azt gondolom, hogy egy szűk keresztmetszetet kaphat ma Tarpa, és megtisztelő mind a Hungarikum Szövetség részéről, mind mindenki részéről, hogy egyáltalán itt lehetünk ma együtt Tarpán. Azon a Tarpán, ahol már egyébként a Rákóczi balladája szólt művész úrék által, és én azt gondolom, művész úr is volt már vadászat során, vagy az Oszter Sándorral, vagy a Bodrogi Gyulával, a Csapó Kálmán vendéglátását élvezték. Úgyhogy tehát nem ismeretlen, én azt gondolom mégsem, de nagyon sokat el kell mennünk még ahhoz, hogy ezek az értékek megmaradjanak, megragadjanak, és igazi értéket képviseljenek. Mind az országban, mind pedig Tarpán. Mert ahogy a kő marad, én azt gondolom, a hazáért nem élni nehéz, hanem meghalni. És ezek közül, a történelmi hősök közül, nekünk ezt kell tovább vinnünk, hogy maradjunk meg, és maradjon meg Tarpa és Tarpa értéke. Szeretnénk kopogtatni az oklevélért, szeretnénk mindent megtenni azért, hogy ezt az értéket higgyék el, hogy meg tudjuk védeni, és elindultunk abba az irányba. Ez egy szűk keresztmetszet, ez egy térkép, de az igazi valóság Tarpán van, amit május 28-án mindenki szívesen láthat egy hagyományőrző napon, és nagyon el tudnám képzelni, hogy a Rákóczi balladája után Koncz Gábor is bevonul lovon a Rákóczi szobor elé. Nagy szeretettel várjuk művészülőt is, és mindenkit, aki van. De igazából a tarpai értékről én azt gondolom, egy kedves kollégámat és az Értéktár Bizottság elnökét hallgassák meg két percben. Én nem önök miatt és Tarpa miatt voltam rövid, hanem miatta, mert ő is értéket fog mondani. Köszönöm szépen! Kedves vendégek, egyre nehezebb a szituáció, mert voltak előttem olyan ékes hozzászólások, mit tudom mondani, csak lelkesedéssel és szívet tudok szólni ezekről az értékekről, amit a kollégám is elmondott az előbb. Véletlenek nincsenek csak annak illúziói. Ezelőtt egy héttel elmentem egy benzinkútra, kaptam egy ingyenes, igényes kiadványt, lapozgatom, benne Koncz Gábor művész úr és egy fantasztikus halászember. Lapozgatom, nagy kép, a kezébe kasza művész úrnak. Mondom, ezt az embert nekem szerintem meg kell ismerni, mind a két embert, nagyszerű emberek. Csak az is, mert én magam a hegyen,
kézzel kapálok, használok és már értéket alkotó, piciben, de talán üzenet értékkel. Kedves Lévai Ferenc, ahogy beszéltél a lelkesedésen a halászléről, a halakról, mi legalább úgy tudunk beszélni a szilva pálinkáról, a pálinkáról magáról. Ha ide ránézünk erre a kis ívra, amit rajzolok, ez maga a Kárpátok. Itt van tarpa. Ülünk a tarpa egy tetején a barátaimmal. Iszunk egy jó pálinkát. Látjuk Beregszász tornyait, sőt a Munkácsi vár sziluettjét is tiszta időben. És ha itt történelmi tartalmak is vannak, elmondanánk azt, mi tarpáról annak idején Zinjona a hősvédőit pálinkával, szilva pálinka biztatta a keményebb harcra. Eredményét tudjuk, ugye? A pálinka ezt is tudja. Azt is tudja majd, ha már még a másik terembe, elhoztuk az egyik legjobb pálinkánkat, tehát szilva pálinka, nem tudom, szilvából készülve, Eperfa hordóban élelve, asza a szilván picikét nemesítve, és lám itt pedig szilvafa hordóból kicsapolva. Úgyhogy igyekszünk is megfelelni a magasrangú kihívásoknak. Tehát úgy gondolom, a polgármester elmondta azt, hogy állunk elébe egy nagyszerű felelősség teljes kihívásnak. Érezzük a lehetőséget, és tudjuk a lendületet. Ha más nem, akkor a pálinkától lendületet. Halászlé, gulyás, és a pálinka már nagyon jó irány képvisel. És a Omega Együttes képvisel, barátaink is itt vannak, és még sok kedves jó arc. Úgy gondolom, hogy ez a Hungarikum Szövetség baráti társaság arra is szól, hogy ezt a nagyszerű értékrendszert, ami a nemzet részét adja, magját adja, mindig picit kovácsoljuk és vigyük tovább egy jó irányba. Köszönöm szépen!